A Génius Jótékonysági Alapítvány immár 8. alkalommal szervezte meg a bentlakásos tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéjét a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. Ez egy 3x3 napos bentlakásos tehetséggondozó program, amely reggeltől estig zajlik. Nagyon jó kezekben vannak a gyerekek, hiszen közel 10 tanár foglalkozik velük. 56 fő kapott meghívást erre a programra. Közülük az első hétvégén 38-an voltak jelen, mivel ugye Sátoraljóújhelyi programon vettek részt, de ugye ma már arra számítunk, hogy mind az 56 visszajelzett fiatal megérkezik ide a nap folyamán. És ők természetesen különböző matematikai feladatokkal, matematikai verseny feladatokkal állnak szemben is, végzik ezeket a tehetséggondozó programokat, nagyon sok tesztet írnak, tehát versenyekre készülnek. Én úgy gondolom, hogy 7-11. Osztályos gyermekeknek ez egy nagyon nagy lehetőség, hiszen ők már elkötelezették magukat a matematika, a természettudományok irányába, és ez nagyon-nagyon nagy dolog, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy matematikusnak lenni nem könnyű dolog, és nagyon-nagyon nagy tehetséget igényel. Mi nagyon örülünk, hogy itt vannak, és a magyar kormány támogatja továbbra is a programot, így a gyermekek étkeztetését, utaztatását, szállását és valamennyi kiadást, ami a programhoz kapcsolódik, a magyar kormány miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárság Bethlen Gábor alap támogatja. A tehetséggondozó hétvégéken versenyfelkészítés történik, hiszen a gyerekek előválogató után kerülnek be a programba. Ennek jegyében a diákokat ukrajnai és nemzetközi tantárgyi vetélkedőkre készítik fel. Már 8. alkalommal rendezzük meg ezt a tehetséggondozó hétvégét a matematikusoknak. Itt versenyfelkészítéssel foglalkozunk. Elsősorban a KMPS által meghirdetett Gőce Zoárd és Terebesi Viktor matematika versenyekre. Ezen kívül természetesen készítjük őket az Zrínyi Ilona matematika versenyre is. Előválogatás után kerülnek ide, tehát azok vannak itt, akik már bizonyították az elhivatottságukat a matematika iránt. Az idén 2. alkalommal kerül megrendezésre. Most egy kicsit több résztvevőnk van, mint első alkalmon. Ennek nagyon örülünk. A diákok közül többen már nem első éve vesznek részt a képzésekben, és ahogy fogalmaztak, a tehetséggondozó hétvégig sokat segítenek a képességfejlesztésben. 10. osztályban voltam először ilyen felkészítő hétvégéken, aztán majd ezt követően 11. osztályban jelenleg, tehát másodjára vagyok. Versenyeredményem van, 2. helyezést értem el 2022-ben a Gőce Zoárd matematika versenyen. Úgy középiskolai, mint részben egyetemi tananyagot is átveszünk. Leginkább emelt szintű érettségi feladatokat oldunk, és számos alkalommal éreztem úgy, hogy segít számomra, és hogy fejlődtem általa. A magyar kormánynak köszönhetően a gyermekek étkeztetését, utaztatását, szállását és valamennyi a programhoz kapcsolódó költségét a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.